Dühös. Falhoz vágna valaki? Vagy csak egyszerűen kíváncsi? Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Lentulai Krisztiánnal. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM Rádió hallgatóit, Lentulai Krisztián vagyok. Elindul a vasárnapi palaver. Holnap is találkozni fogunk, úgyhogy most itt komoly duplázásoknak lehetnek a szemtanúi. Tegnap és tegnap előtt Dezső Balázs barátom, ma és holnap pedig én vagyok a műsorvezető. És hát komoly ünnepen vagyunk túl. Természetesen magának az ünnepnek a nagyszerűségét mi jobboldaliak szeretjük átélni és átérezni. Valamilyen módon el is várjuk, hogy a mi politikai közösségünk vezetőpártja az ilyen szempontból is megemlékezzen, de már nagyon régóta tudjuk, függetlenül milyen kormány van Magyarországon, hogy ezeket az ünnepeket bizony átpolitizáltan kell hallanunk, befogadnunk, és szerintem már annyi generáció felnőtt a 90 óta létező Magyarországon, hogy valaki bizony el is várja, hogy itt legyen politikai utalás a háttérben, nem csak a háttérben, közvetett módon, hanem közvetlen módon is. Na hát aztán most egy olyan március 15-ét hagytunk magunk mögött, és nyilván tegnap is volt erről téma, egészen biztos vagyok benne Balázzsal, önök és Balázs között, amely aztán végképp bővelkedett politikai utalásokban, hiszen itt egy új párt zászlóbontásának lehettünk szemtanúi. Úgyhogy ez is témánk lesz, mert muszáj ezekről beszélni, de először elmondom az elérhetőségeinket. 061-799-2999 a telefonszámunk, 0670-7953 az SMS falunk száma, a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil pedig néhány perc múlva megmutatja azt az utolsó fényképes posztot, amely egy filmajánló, és már tényleg ugyanúgy vagyok vele, mint a múlt hétvégén, hogy az utolsó sorokat kell beleírni. Késlekedés forog fent tehát, amely a Popcsajok stb. Című 2000-es amerikai romantikus vígjáték bemutatása néhány gondolat erejéig és ajánlása, úgyhogy ha van egy kis szabadidejük és már elegük van a politikából, akkor nézzék meg a Popcsajok stb. John Cusack főszereplésével. Generációs kultuszfilmről van szó, aki nem látta, azonnal pótolja, aki látta, mivel olyan gyakran nem mutatják a televíziókban, valahogy próbálja meg megnézni, és szerintem jól fog esni neki ez a film. Ez a mai filmajánló, hiszen kultúrával is foglalkozunk egy picit hétvégenként. De nézzük mi a magyar és a nemzetközi rögvalóság, mert ez a három témánk. Tovább rongálódik Emmanuel Macron szimpátia indexe, a franciáknak nem tetszik világháborús terve. Fel kell készíteni a diákokat a háborúra, mondja a német oktatási miniszter. Fogunk ezzel a hírrel picit részletesebben is foglalkozni, de egy újabb bizonyíték arra, amit már régóta mondunk, hogy egyre másra be fognak jelenteni hasonló fű alatt jövő, nem annyira konkrét, egy picit ilyen elmaszatolós mondatokat a háborúval kapcsolatban, hogy aztán az európai össztársadalom egyszer csak azt érezze, amikor itt van a harmadik világháború, hogy hát igen, tulajdonképpen engem már erre felkészítettek, ez már engem nem is ér annyira váratlanul, az egésznek ez a tömegpszichózis háttere. De így gondolják-e önök is, mert hogy én így gondolom, az egy dolog, és nem jelent semmit. Harmadik témánk, Magyar Péter ismét bement a közhely szótárával a Partizánba Gulyás Mártonhoz, Márkizai Péter pedig beállt mögé a támogatásáról biztosítva őt. MZP, ugye volt az a játék, hogy MSZMP, mondom ugye a betűszavakat, MSZMP, abból lett az MSZP, eltelt egy kis idő, látjuk, hol az MSZP, itt lett nekünk abból MZP, folyamatosan fogynak a betűk. MZP-ből itt van nekünk MP, Magyar Péter, abból mi marad? Hát ha a magyar maradna, az tulajdonképpen nekünk nem olyan rossz, a magyar nemzet, a magyar társadalom. Ha a P maradna, az meg ugye már foglalt, mert az meg a Párbeszéd, vagy a Parkoló. Elég szép kis,
hogy mondjam, erodálását láthattuk az MSZMP-nek, ha kizárólag a benne lévő betűknek az evolúcióját nézzük. Önök is észrevették? Csapjunk bele, mit szólnak hozzá. László van itt a vonalban, és amíg Lászlóval beszélgetek, az első néhány percben élesítem is a Facebook posztot, hogy azok is tudjanak hozzászólni az adáshoz, akik ott szoktak velünk tartani a paláverrel. László, ön van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tisztelzem, Krisztián! Már régen szeretem volna önnel beszélgetni, de viszont ehhez, ezekhez a idióta megnyilvánulásokhoz, a Macronhoz, a német oktatási miniszterhez nem vagyok hajlandó, nem akarok hozzászólni. Magyar Péterhez viszont igen. Én 22 éve elváltam a feleségemtől, és azóta egyetlen egy rossz szót nem szóltam a feleségemre. Nem azért, hogy egyszerűen nem tudtunk kompromisszumot kötni. Ennyit. Akkor erről a három témakörről viszont lehet egy, ott hívják egy másik témakör? A tegnapihoz? Parancsoljon. Jó, rendben. Orbán Viktor. A Gyurcsányék azt mondták, hogy megtalálták Petőfi Sándort Orbán Viktor reinkarnációjában. Jogos. Igen. Orbán Viktor reinkarnációjában megtalálták Orbán Viktort. Örülök neki, hogy ezek ilyen ügyesek voltak, hogy megtalálták Petőfi Sándort, mert már vagy 50 éve keressük be. Nem így van? De. Jó, rendben van. A második, mi volt tegnap a második? A gyűlölet. Nem a gyűlölet. Hallom, segítője is van Lászlónak. Éppen a párom, hát az úgy nyakon vág engem, hogy lebolítom a tévét. Na hát csak azért csak igen. Nem. Rögtön egy családon belül erőszakot közvetít a Hír TV élő egyenes adásban. Majd meg kell jelennünk tanúként a végén. Nem, hát maga nem lát engem. Én látom önt, mert én lehalkítottam a tévét. Na, tehát maradjunk. Ja, nem, a film. Ahogy hívják, a Most vagy soha. Most vagy soha. Jaj, de gyönyörű. Nem láttam, Krisztián, nem láttam a filmet. Meg de jó. Lehet, hogy nem is fogom. Ön látta? Én láttam, igen. Jó, és önnek hogy tetszett? Én azt mondom mindenkinek, aki megkérdezett, úgyhogy önnek sem fogok mást mondani, hogy amennyiben valami nagyon régi típusú történelmi filmet várnak, akkor lehet, hogy úgy jönnek ki a moziból, hogy van egy kis hiányérzetük. Ha úgy mennek be, hogy egy nagyszerű, nagyon mozgalmas kalandfilmet várnak, és annak látják, akkor világszínvonalú, és most nem túlzó a jelző, kedves László, világszínvonalú produkció, amerikai, nagyszabású amerikai filmeknél látni ilyen fényképezést, ilyen zenét, eredeti filmzenét, és ilyen látványos kamera megoldásokat. Büszkék lehetünk a filmre, azt gondolom. Nem értek hozzá, és a 80 futár. Parancsol? És a 80-20-ár? Mi van a 80-20-árral? Arról mi a vélemény 80-20-árról? Magyar, az is magyar film. Bocsánat, 80-20-árról nem hallottam. Jó, hát akkor nemrég adták le a hívjákba a hírté... Én se tudhatok mindent, de remélem nem megy át ez a beszélgetés egy ilyen tesztelésbe, hogy a műsorvezető mit látott, mit hallott, miről mi a véleménye, mert nem ez a műfaja ennek a műsornak. Az ön véleményére vagyunk kíváncsiak elsősorban, László. Jó, rendben. Erről a Most vagy soha filmről az a véleményem, én nem láttam. Innentől kezdve sem pozitív, sem negatív kritikát nem vagyok hajlandó
megalkotni. Innentől kezdve az ellenzék, akik nem látták, ők se adjanak negatív kritikát. Érti, uram? Értem, de most már azt hiszem látható. Én ugye premier előtti vetítésen voltam, ilyen, hát most lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, díszbemutató volt ez igazából, és azt hiszem egy-két napra rá már ez valóban élesítve van a mozikban, tehát akkor nekem is furcsa volt, önnek igaza van abban, hogy megjöttek a lehúzó kritikák, miközben lehet, hogy rengetegen még nem is látták őket. Ugye az IMDb nevű nemzetközi oldalon rögtön megjelentek Magyarország és a magyar kormány nagy ellenségei, és lepontozták a filmet 1-10 skálán. Egyeseket osztogattak a filmre úgy, hogy a film a nagy közönség előtt még nem is volt nyilvános. Uram, az, hogy a magyar magyar nemzetek lehúzzák. Én a mai napig hogy kritizálom azt, hogy az Európa Unióba beléptünk. Azoknak a talpa felőli testrészét nyalogatja a magyar kormány, akik elrabolták Magyarország kétharmadát. Franciák, németek, osztrákok. Mert ön szerint mit kéne tenni, akik Trianonnál jól jártak, meg a döntés mögött álltak és ellenünk szavaztak, akkor azokkal 2024-ben bármilyen magyar kormány is van, nem szabad szóba állnunk? Nem erről szól a történés. Itt arról szól a történés, aki rendőröket küldött a magyar emberekre, és rohadt nagy szerencséje van a magyar nemzetnek, hogy abba a tankba valamelyik idióta nem rakott bele egy petárdát, hogy a tank tövéből kilőjék és lángoljon, mert akkor ott óriási nagy baj lett volna. Érti? Értem, és átadom a szót Tamásnak, nem csak azért, mert se füle, se farka nem lett már itt a végén ennek a beszélgetésnek, komolyan koncentrálnom kellett, hogy honnan, hova akar eljutni László, de a legfontosabb, hogy az idő is elketyegett, és Tamásnak is hasonló mennyiségben szeretném ezt megadni. Itt a híradó előtt ön van a vonalban, Tamás, jó napot kívánok! Üdvözlöm, hogy Krisztián. Az az igazság, hogy Horváth Tamás vagyok, különben Tisza sűről, de érdekes volt a beszélgetés, de kicsit nevetséges én nekem is, megmondom őszintén. Szóval ez így, ha én valamit nem látok, akkor én nem tudom, véleményt. Igen, a 6 percből László 2 percet arról beszélt, hogy neki miért nincs véleménye a filmről. Igen, hát végül is jó, megedett hallgatni, oké, csak tényleg szól, ez annyira furcsa nekem. Na jó, térjünk, az első kettőre szeretnék egy kicsit. Hát az az igazság, hogy szomorú vagyok, méghozzá nagyon, mert a mai napon is végig több helyen is meghallgattam a híreket, hogy mik vannak, meg hogy van, próbáltam összehasonlítani. Hát az az igazság, hogy nagyon közel vagyunk az igazsághoz, a többféle helyről kapott információról, de én nekem ez a Macron történet, ez nekem egy borzasztó. Komolyan mondom, hogy egyszerűen viszont nem akarom elhinni, hogy felnőtt ember létire, nem, jó, nyílik egy családja, akár mit bán, ami milyen van neki, de az biztos, hogy egyszerűen szerintem nem tudja, hogy mit mond. Nem tudja, mert ez, amit ő itten be akar vezetni... Macron nem hülye gyerek, amúgy. Hát tehát ez ennél még ijesztőbb, amit ön mond, Tamás, mert így, hogyha az én állításomat is igaznak veszik, hogy tényleg nem hülye Macron, akkor még ijesztőbb a mondata Macronnak. Hát igen, és ráadásul mert hogyha Biden mond egy ilyet, akkor betudhatjuk annak, hogy nincs magánál, ugye napi 24 órából legalább 18-at, de Macronnál ezt nem mondhatjuk a védelmében.
Igen, csak azt nem értem, Krisztán, hogy ő neki mit akar a franciáknak, mi köze van az egész történethez? Egyszerűen mit akarnak ők egyáltalán elérni? Szóval pedig már most vannak mögötte azért, annak bizony örülök, hogy már most a sajátjaiból is ott vannak, már azért csak mondogatják, hogy álljon már le azért, próbáljon már visszakapcsolni, mert túlságosan túltolta már a biciklit idáig is. No, de hogyha így fog menni tovább, nem beszélve arról, amit mond, hogy majd a katonákat beküldi a megfelelő helyekre, ami borzasztó egy dolog, hát az már kész öngyilkosság lenne. Abban a pillanatban. Persze. Egyszerűen hihetetlen ez az embernek a hozzás, és akik körülötte vannak, azok miért nem tudják már leállítani tényleg valamilyen formában? Hát mostan én nem tudom, abba bízik, hogy mert Putyin okosabb ezt őtőle, hogy majd nem vett be akármit is, ha muszáj lesz. Hát ebben nem volna szabad neki belemenni azért. Szóval egyszerűen nem akarom elhinni, hogy a mostan ebben a helyzetben egy fiatal ember végül is ő, és tényleg így ránézése és aránylag elmegy, de attól függetlenül, hogy mit gondol. Hát egyszerűen nem szóval hihetetlen. És felháborító, komolyan mondom. Mert végül is a maga ez a háborús, hát így is van késélen táncolunk ám. És akarom elhinni, de nagyon vagyunk ám, mert nem lehet tudni, hogy mikor mi történhet. Nem lehet tudni. Nem sok minden kell hozzá. Nagyon igen. Kevés kell hozzá, hogy kipattanja a szikra. Nagyon, és utána mi lesz velünk? Utána kész, annyi. Hát a Putyin megmondta, hogy, mert ugye Putyinak is mondták, hogy hát igen, hát a háború az végig csak azért, csak abban lehet valamit elintézni. Azt mondta, hogy igen, uraim, aki elsőre nem fog meghalni, másodjára fog meghalni. Ezt vegyék már tudomásul. Ezt üzente Washingtonnak például. Mert ott erőködtek. Na most a Macron szintén erőködik itt. Én nem tudom, hogy ennyire bátor lenne, vagy valami kikapcsolja őt, tehát nem vagy videójátékot lát ő, vagy nem tudom. Szóval hihetetlen, komolyan mondom. És a másik pedig az, hogy hát a francia emberekre én nem haragszom, megmondom őszintén, ukránok sose. Megértem őket, mert ők ebből nem sok mindent tudnak csinálni, hanem a vezetése van probléma. Itt a ukránoknál is, meg itt is. Egyértelműen. A vezetése van probléma, ott kéne valami rendet csinálni már, mert tényleg oda fogunk jutni, hogy nagyon-nagyon a késéren táncolunk. Nagyon-nagyon. Nem akarom elhinni igazándiból, de mégis úgy érzem már most egyre jobban, mivel csak a mai híreket, Krisztán, amit végighallgattam, mindenütt ugyanezt hallom, ugyanebben találkozok rám eszembe, és ez nekem nagyon nem tetszik. Nagyon-nagyon nem tetszik, mert nekem is van 4 gyerekem. Van unokáim vannak. Tamás, el kell viszont búcsúzzak öntől, még hallgattam volna, beszélgethettünk volna, de letelt az időn. Köszönöm szépen, hogy Tamás itt volt velünk. Jönnek a 4 órai hírek a Hír FM-en, a Hír TV-ben pedig a 4 órai híradó, úgyhogy utána, ahogy már megszokhatták, ismét találkozunk. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Folytatódik a 4 órai híradó és hírek után a Hír Televízióban és a Hír FM-en. A Palaver velem, Lentulai Krisztiánnal. 061-799-2999 ezen a számon hívjanak minket. A 0670-7953-as számon SMS-t küldhetnek, és a Lentulai Krisztián beszél. Facebookos profil utolsó fényképes posztja alá kommentek jöhetnek, ahol a 2000-es Pop, Csajok, stb. Című film ajánlóját tettem közzé egy fotóval, hiszen filmajánlót is szoktam itt a hétvégén csinálni a palávereseknek a Facebookon. Egy mea culpával kell kezdenem. És ez az igazsághoz és a tisztességhez hozzátartozik. Önöknek, mindnyájuknak szól ez a mea culpa, ezen belül pedig leginkább szól Andreának Sopronból, és Gyulának. Ezt a kettőt mindenképpen látom, aztán lehet, hogy van, vagy volt több is. Akik közül Andrea picit lazábban szomorkodik, Gyula pedig kifejezetten csalódott bennem,
és azt a szót használta velem kapcsolatban, hogy szégyen, hogy a 80 Huszár című filmről még csak nem is hallottam. És kozmetikázhattám itt az esetet, kedves tévénézők, rádióhallgatók, valóban nem hallottam. Meg kellett nézzem, mi ez, 1978-as Sára Sándor film, Tordival, Madarassal, Cserhalmival, Oszter Sándorral, Juhász Jácinttal, és a Hírtelevízió 16-án, ha itt valaki írta nekem, le is vetítette az ünnep alkalmából a 80 Huszár című 78-as Sára Sándor filmet. Én 74-es születésű vagyok. Kifejezetten csodálkozom, hogy én ezt a filmet nem láttam, és nem is hallottam róla. Az, hogy nem láttam, talán kisebb, az, hogy nem is hallottam róla, az nagyobb hiányosság. A szégyent azért erősnek gondolom. Nagyon sok filmet néztem annak idején én a magyar televízióban. Az átlag, saját generációmhoz mérten átlagon felüli filmes emlékezetem van. A 80-as évekből. Hogy ez hogy maradt ki nekem, megmondom önöknek őszintén, nem tudom. Nincs szükségem a védelmükre, de meg lennék lepve, hogyha én lennék az egyetlen, aki mondjuk, ha nem is, hogy nem hallott róla, de hogy vagy nagyon régen látta, és már alig emlékszik rá, nem tudna egy jelenetet felidézni belőle, azon már nagyon meg lennék lepve. És így viszont azért sokaknak könnyű helyzete volt, hogy 16-án a Hír TV műsorára tűzte a 80 Huszár című filmet. Annyit tudok ebből a székből mondani, főleg a szégyenérzetet érző Gyulának, hogy próbálom majd pótolni. Az én fejem sem káptalan, bár ez a védekezés nem hangzik valami túl jól, amikor valami hatalmas klasszikusról beszélünk. Sára Sándor egy zseni volt, és azt gondolom, hogy magas minőséget képviselt. Az általam felsorolt színészek mind megbecsült minőségi színészei, vagy még azok ma is, vagy voltak a magyar színjátszásnak és filmszínháznak, de mondják már el véleményüket, hogy a 80 Huszár az egy kultikusan nagyon jól sikerült film, ami tényleg égő, hogy a műsorvezető nem látott és nem hallott róla, vagy egyébként, hogy mondjak tényleg egy klasszikust, az Egri csillagokat, a film verziót, hogy ugyanaz a szint, hogy ha valaki nem hallotta volna mondjuk az Egri csillagokat, hogy létezik ilyen film, vagy nekem egy fatális véletlen okozta azt, hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem a 80 Huszár egyszer nincs meg. Vállalom a primitívségemet, csak mondjátok el, mondják el önök is a véleményüket, hogy a 80 Huszár valóban egy ilyen kötelező érvényű dolog-e? Ha igen, akkor mondom még egyszer, restellem a dolgot. Rögtön Éva is megmondhatja nekünk a 80 Huszárral kapcsolatos hozzászólásomra a reakcióját. Háló, kedves Éva! Üdvözlöm, Krisztián, Éva vagyok Budapest belvárosából, és hát üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is. Hát nekem az a véleményem, hogy ez korbeli. Tehát mi annak idején nem voltunk elkényeztetve azért az ilyen jellegű filmekkel, már az én korosztályom, és valószínű, hogy azért önöknél már másképpen jöttek a filmek, és talán ez könnyen kimaradhat, hiszen mindenki mindennel nem lehet. Ugye itt arról lehet szó, hogy a korommal csak egy picit tudok védekezni. Ha a Dezsétől megkérdeznék, és nem látta, akkor ő inkább tud védekezni, meg hát a fiatalabb, a Krózita, ha ők se látták, vagy hallottak róla. Én nehezebben tudok védekezni, mert a 80-as években rengeteg filmet leadott a köztelevízió. Itt most nekem az a fura, hogy ez hogy kerülhetett el engem. Én, aki egyébként fogyasztottam ezeket a filmeket. Előfordul ilyen egyébként, tehát mindenki mindennel nem lehet tisztában szerintem, de a lényeg az, hogy pótolni fogja szerintem. És halljuk, hogy Évának mik a gondolatai a témákhoz. Hát
első a Macron téma, ugye népszerűsége valóban, a Le Figaro is írta ma, hogy 28%-ra esett az elfogadottsága, tehát éppen akár le is mondhatna, de hát ugye nem fog természetesen már erre a rövid időre. És hát én megmondom őszintén, nagyon aggódom, mert emelte ugye a tétet, mert azt mondta, hogy atomfegyvereket is bevetnek, vagy bevethetnek, ugye, tehát szóval emiatt én nagyon aggódom, megmondom őszintén. Én úgy látom, hogy éledezni látszik a Weimari hármas. Ugye, ha ránézek a térképre, akkor elég aggasztó ez az együttműködés, mert szinte fél karéban körülvesznek bennünket a francia, német és a lengyel hármas, és ráadásul még úgy tűnik, hogy csatlakozni akarnak hozzájuk a csehek, lettek és még páran. Ráadásul a Putyin meg már a NATO elleni háborúra készül, úgyhogy biztos, hogy valami nagy üzlet lehet-e mögött, de nem hiszem, hogy én sem hiszem, hogy Macron ennyire idióta lenne, meg a németek sem szerintem. Abban nincs kétségünk, és köztünk sem lesz vita, Éva, hogy itt mindenképpen valami jövőbeni helyreállítási biznisz van. Igen, biztos, hogy valami van mögötte, tehát valami nagy-nagy üzlet, és hát ebbe, és hát a lengyeleknek ez a fene nagy középhatalmi törekvéseik szerintem ez fogja okozni a vesztüket. Hát egyszerűen nem is értem, hogy mi ütött beléjük, akik ugyanúgy végig szenvedték a szabadságharcot, minden, tehát olyan történelmük van, amiben rengeteget szenvedtek, hogy gondolják ők azt, hogy most akkor mint nagyhatalmak, akkor ők ezt meg fogják úszni, vagy egy ilyen háború az rettenetes rombolás. Nem is értem. Aztán felvetődik ilyenkor az emberbe az is, hogy ugye mi van a V4-ekkel. Ugye ott V2 úgy tűnik, hogy másképp gondolja ezt a háborús dolgot. Tehát ugye a szlovákok se akarnak adni katonákat az ukrajnaiaknak. Igen. Tehát szóval hogy tudunk mi így együtt működni akkor, hogyha van egy Weimari hármas, meg van egy V4, tehát nekem ez is furcsa egy kicsit, de ettől függetlenül persze hát ott sem mindenki egyformán gondolkodik, tehát nyilvánvaló, hogy... De hát ugye a diákokat is felkészíteni a háborúra, hát hadd legyenek már diákok, hát hogy lehet ilyen, nem is tudom, komolyan mondom, hogy az ember tényleg néha azt mondja, hogy idióták, és elment az eszük, de sajnos nem. Tehát ennél tényleg rosszabb a helyzet. De most a Magyar Péter Márki-Zay témához meg, hát zsák a foltját. Hát egyre inkább az az érzetem egyébként, hogy a Magyar Pétert valóban fölépítették, tehát beszervezhették. Hogy mondjam, ezt könnyű volt megtenni, hiszen egy hiúságában sértett férj, aki elvesztette a jó kereseti lehetőségét. És önnek nem szánalmas, Éva, hogy magyar minden interjúban, ahol megkapja a NER lovag címkét még a múltra nézve, mindegyikben szánalmasan próbálja visszautasítani, hogy ő nem volt NER kegyelt? Hát hogy a túróban ne lett volna az? Hát dehogy nem. Hát persze. Hát hogy ne. Hát hozzám képest biztos az volt. Én is hát a nemzeti együttműködés rendszerében azt gondolom, hiszek. Ennek az oldalnak vagyok az újságírója meggyőződésből. Nem azért vagyok, mert itt majd jól lehet keresni, én akkor idejövök. Én akkor is ezen az oldalon voltam már újságíróként is, mikor a Fidesz még ellenzékben volt. Ezt fontosnak tartom mindig elmondani. Na de, hát komolyan mondom, a NER lovagokat nem tudom, hol kéne meghúzni, hogy mi az a skála, hogy ki mennyire él jól egy adott kormányzati ciklusban. Na de hát azért ne utasítgassa már vissza Magyar Péter. Legalább az, hogy a kegyeltje volt a NER-nek. De az is eszem megáll komolyan. Igen, de az is gyanúsnak kell, hogy legyen, hogy ugye ez a pénz hogy jön neki össze. Tehát én bizony. Azt nem veszem be, ami ugye a rendezvény szervezésére. Ha Éva látott ebből kockákat,
Ez egy profi profin megcsinált rendezvény volt. Igen. Ezt meg kell szervezni. Önkéntesek kellenek, színpad kell, hangosítás kell. Hát minden esetre én borzasztóan sajnálom ex-feleségét, és rendkívül ízléstelen embernek tartom ezt az embert, mert és nem is tudom, hogy tud a gyerekei szemébe nézni. De a befolyásos mama azért megtaníthatta volna neki, hogy az ember a saját fészkébe nem piszkít. Ez lenne a legelemibb dolog. Mert azért azok a plakátok, azok vérlázítóak, amik ugye megjelentek, illetve én nem láttam, de Szilvia az egyik adásban szépen leírta, és hát nagyon fölháborított engem is. Nekem egyébként az is gyanús, hogy ugye a Ne féljetek alapítványnak ő a kuratóriumi tagja lett 2007-ben, de úgy, mint ügyvéd jelölt, tehát mint kezdő ügyvéd. És ez az alapítvány tulajdonképpen a 2006-os őszi atak károsultjaiért jött létre, olyan kuratóriumi tagokkal, mint Erős Pál, meg Fábri Sándor, és még sokan mások mellett, ugye ott volt Magyar Péter is, mint kezdő ügyvéd bojtár. Tehát, hogy ez kinek köszönhető, hogy a befolyásos anyukának, vagy esetleg... Hát már akkor azért gondoltak rá, mint beszélve. Minden esetre elgondolkodtatóna, hogy tudott ott létezni. Köszönöm szépen Évának, hogy beszélgettünk egy kicsit. Hívja minket máskor is, és nézzük, hogy milyen SMS-ek érkeztek. Már előre elnézést kérek. De én ezt most fontosnak tartom. Itt már nem az én személyem a lényeg, hogy a 80 huszár, és azért is fontos, mert abban a televízióban, ahol én most ülök, önök pedig nézik otthon, ez a televízió csúcs szuper módon, csak dicsérni lehet érte a TV vezetését, leadta a 80 huszár című filmet. És most hömpölyög a lentulai miatt egy ilyen, hát nem mondtam, hogy legyen ebből egy ilyen, a végén egy szavazás, de hát olyan szinten sokféle hozzászólást kapok ez ügyben, és szerintem akkor jó adások szoktak születni, ha meg vagyunk így is egy kicsit mozgatva, ráadásul egy előre nem is sejtett témában, ez a lentulai kulturálatlansága, hogy szerintem majd nézegessük meg ezeket az SMS-eket nem olyan sokára. Ezt meg fogjuk tenni akkor, ha megengedik, amikor a Hírtelevízió vissza fog térni a kis stúdiónkba, hiszen most néhány másodperc múlva elbúcsúzik reklámszünetre, a Hír FM-en folytatódik tovább az adás. Közben azért nézünk ugye SMS-t is. Miklós azt írja, egyszer kéne már tisztázni, hogy mi a NER. Annak minden állampolgára része, még az ellenzéki is, Miklós értelmezése szerint igen. Miklós értelmezi szerintem helyesen. Azonban a NER kapott egy olyan pejoratív jelentést, amit már néha mi jobboldaliak is átveszünk, hogy igazából mi ránk gondolunk, amikor már mi is NER-t mondunk, a kormányra és a kormánnyal szimpatizálók összességére. Úgyhogy majd erről is fogunk beszélni, de most búcsúzik a tévé. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Olyat valakit kellene megbízni, akinek gyakorlata van. Gyakorlata. Tehát tényleg kiválasztani egy olyan ügyvédirodát, akinek gyakorlata van. És ezekkel meg lehetne bízni, és tényleg lépjenek, mert az egyszer már Fidesz tényleg, amikor azt hiszük, hogy nyerni fog, veszített. Oda kell ezekre figyelni, vagy ott van a hatházi. Erzsébettel hát beszélgetünk, csak a tévét ismét köreinkben köszöntöm. Igen. Üdvözlöm én is a tévénézőket. Itt egyébként arról beszélünk, hogy erkölcsi bizonyítvány nélkül bizonyos emberek nem mehetnek. Fekete Győr András és Varjú László. Igen, ez volt a hatházi, például nem járt be a parlamentbe. Nem tudom, nem vagyok jogász, de úgy tudom, hogy a munkatörvénykönyve szerint, ha valaki 3 napig nem megy be a munkahelyére, akkor azt ki lehet rúgni. Hát én nem értem, hogy nem kap fizetést. Hát egy jobb bőr alatt is pénze van, hogy ez nem érdekli, hogy ő nem kap fizetést. Ha onnan kirúgnák, akkor ezt rájuk is vonatkozik, én úgy gondolom, hogy a munkatörvénykönyve.
Nem így van? Igen, csak a most pedig... nem tudom idézni. Igen, mondja. Igen, én sem tudom. Én nem mondtam, én csak egy pedagógus, egy nyugdíjas pedagógus vagyok. Tudja, szóval, és amit én önöknek szeretnék mondani, mert hát az önök kezében is azért valamennyi a sajtó, a média, tulajdonképpen hatalom. Azt szeretném kérdezni, hogy önök tudják-e továbbítani ezeket a véleményeket, vagy leírni, vagy egy külön műsorban ezekkel foglalkozni. Higgy el, mert jön még valami, ne haragudjon, amit el akartam mondani. Tudja, néztük a férjemmel az ATV-nek az ugyanilyen betelefonás szörműs, néha rákattintunk. És egyszer egy nagyon-nagyon idős hang jelentkezett, egy idős ember, és megkérdezte a műsorvezetőt, hogy mondja, valóban el akarják venni a 13. havi nyugdíjat, körülbelül ilyen stílusban, mert olvastam. Nagyon korrekt volt a műsorvezető, mert azt mondta, hogy lehet, hogy ez ilyen fake news. De aztán ő olvasta. És akkor azt mondta a műsorvezető, hogy hát majd utána néz, és közben a fülére mondták azt, hogy a nyugati fényben valóban megjelent egy ilyen cég. De ennél még rosszabb helyzet is lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy valami újságban olvasta, vagy online felületen, online újságban, és lehet, hogy csak egy nyomorult kommentet olvasott, és már úgy emlékszik rá, hogy hát megírta az internet. Na, ez is lehet, szóval én nem volom kétségbe, de én azt szeretném mondani, hogy a másik oldal, árgyú szemekkel figyeli, hogy önök milyen információkat adnak ki, és ha valami egy kicsit stimmel, akkor egyből bírósághoz fordulnak, helyreigazítás kérnek. Na most én erre csak azt tudnám mondani, hogy tényleg a Fidesznek, KDNP-nek is kellene, hogy legyen egy jó sajtófigyelő szolgálata. Nagyon kellene vigyázni, és abban a pillanatban lépni kellene. Köszönjük Ugye? Szépen. Próbálunk majd ez ügyben élesebbek lenni. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem, hogy nem léptem túl az időmet. Amennyiben túllépte, az az én felelősségem, és nem az öné, és semmi baj nincsen vele. Köszönjük szépen, Erzsébet, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen, köszönöm, viszontlátásra. És most jön a 80 huszározás. Nem lesz olyan, hogy most elkezdek strigulázni, hogy ki az, aki ez ügyben azt az oldalt képviseli, aki nem látta, vagy azt, aki látta, és olyan rovatot sem fogunk nyitni, hogy elmondja a filmről a véleményét, maximum úgy, hogy a világ legjobb filmje vagy felejthető, csak egyszerűen olvasni fogok. Kedves Krisztián, képzelje, 67 évesen én sem hallottam mostanáig a 80 huszáról. Bernadett írta nekünk az SMS-t. Kedves Krisztián, a 80 huszár című filmet én kétszer láttam, de ezt valószínű a korom magyarázza. Nem tartom szégyennek, hogy ön nem látta ezt a számomra könnyekig megható filmet. Zsóka írta. Köszönöm szépen. Zoli azt írja, kultikus film, de nem égő. Egyáltalán nem égő, hogy nem láttad. Nézze meg, amikor tudja. Így fogok tenni, Zoli. Kedves Krisztián, az Egri csillagok 10 emelettel veri a 80 huszárt, engem nem tudott lekötni, nekem túl vontatott volt, mint általában sok lelki magyar film, lehet, hogy a hiba bennem van, Laci bácsi Vasvár megyéből. A 80 huszár Sára Sándor rendező 78-ban készült színes magyar filmdrámája, a történelmi film a lenkei huszárszázad történetét és más hiteles forrásokat feldolgozva emléket állít a 48-49-es forradalom és szabadságharcnak, írja a kekeckedő Lágymányosi Nyugger. Üdv Krisztián, igaza van, tényleg nem szégyen, ez gyalázat. Maga nagy csalódás nekem, most leiszom magam, írja Róbert. Az utolsó mondat, ha nem lenne ott, akkor elég komolynak tűnne Robert SMS-e, így viszont még az is lehet, hogy csak egy szatirikus hangvételi hozzászólás volt a részéről. Kedves Krisztián, nem baj a 80-huszár, majd bepótolod, ettől nagyobb bajot soha ne legyen, minden jót, jó a műsor, Margó mamáék Szolnokról. Köszönöm szépen Margóéknak. Krisztián, én 75 éves vagyok, szinte nincs olyan régi film, amit ne láttam, illetve hallottam volna. Amikor ezt mutatták, hogy lesz, arra gondoltam, hogy miért is nem hallottam erről. Ági, köszönöm ezt a hozzászólását, mert én magam is úgy kezdtem, hogy rengeteg filmet megnéztem, bár a 80-as, 90-es évekre igaz ez nagyon, de aki mondjuk 75 évesen azt írja, hogy szinte minden magyar filmet látott, ezt pedig nem, ott azért
nagy kérdőjelek indulnak meg bennem, de ezzel nem akarok senkit befolyásolni. Zoli azt írja, kultikus film, de egyáltalán nem égő. De lehet, hogy ez ugyanaz a Zoli, aki már hasonlót írt. Semmi különös gond nincs ezzel, egy kimondottan művész film, nem nagyon reklámozták sosem, nagyon szomorú a vége, megható, pótolható, semmi baj. Éva Lajos Mizséről nem égő, mert én sem láttam a filmet, mint annyi dolog van még, amit esetleg nem hallottunk, a lényeg, hogy fideszesek vagyunk. Katalin azt írja, egyáltalán nem égő, ritkán, szinte 30 éve nem játszották, Sára Sándor a garancia, írja Katalin. Szia Krisztián, írja László, és ha ez az a László, akit én itt látok, akkor az ex-kollégámról van szó, még a régi Lánchíd Rádióban, Jámbor Laci nagyszerű hangmérnökről, amennyiben ez a Jámbor László ugyanaz a Jámbor László. Én sem hallottam a filmről, pedig nagy filmnéző voltam és vagyok. Szevasz fel a fejjel, írja Gabi, akkor már ketten vagyunk. Aztán Péter 47 éves, közel a korosztályom, egy picikét fiatalabb nálam Péter, azt írja, múlt héten hallottam róla először. István azt írja, kedves Krisztián, 80-20-ár, tavaly is vetítette a Hír TV többször, illetve a TV, most ezt nem tudom, hogy a Hír TV vagy az MTV, többször. Minden esetre nem dől össze a világ, nem primitívség, ha valaki nem látta, nem ismerné. És akkor jöjjön még, 76-osnak írja magát, valaki nincs aláírás, nem hallott soha a filmről, és ugyanilyen témában még engedjenek meg, csak nehogy a facebookosok megharagudjanak rám. Azt írja Viktória, üdv Krisztián, a 80-20-ár egy kalap, haj az a Jancsó filmekhez, jövés, menés, semmi extra, nem vesztett semmit, és talán azért nem látta, mert Sárának ez egy Málna díjas filmje. 80-20-ár címet most hallottam először, írja Zsuzsa, és Zsuzsát én ismerem. Zsuzsa kifejezetten nagy kultúrafogyasztó. Most aztán lehet, hogy ketten leszünk Zsuzsa abban a klubban, hogy milyen primitívek vagyunk kultúrafogyasztóként. De nem szégyellem magamat, megnézem, sőt azt se láttam, amit ma kínált Krisztián, vagyis rossz a párhuzam, semmi baj, mind a kettőt megnézem. És János legyen egy olyan, ami azt az oldalt erősíti, akik szerint szégyen, hogy nem láttam. János azt írja, a 80-20-ár kötelező kategória, a hazafiasság egyik legszebb példája. Engedelmükkel, én itt most befejezem, így is lehet, hogy egy picit többet beszéltem erről, de ez soha sincs hiába. Úgyhogy a 80-20-árnak egy ilyen nagyon furcsa módon szerintem utólag is az ünnep után, hogy vagyunk, utólag is egy nagy reklámot tudtunk csinálni. Aki tudja, az próbálja megtekinteni, én is azon leszek, hogy megnézem ezt a 78-as Sára Sándor filmet, és a beolvasott kommentek alapján megerősítettek többen abban, hogy ezt egyáltalán nem kell szégyennek venni, mégsem tényleg Egri Csillagok hírességű filmről van szó. Most pedig megadom a szót hosszú várakozás után a 100 éves Béla bácsinak, mert engem itt kisegítettek a kedves kollégáim, hogy nem csak egy nevet írtak a kijelzőre. Halló! Halló! Szeretettel köszöntöm kedves Krisztián, magát, a stábot, és minden hazáját szerető becsületes magyar ember. Üdvözöljük, Béla bácsi! Kérem szépen, nekem lenne egy kérdésem, mert ugye itten általában azok az emberek, már vezetőket gondolok, akik ugye a háború mítoszába élnek, és minden áron háborúzni akarnak. De ezek mind olyan emberek, akik se katonák nem voltak, se nem értenek a hadászathoz. Miért akarják ezek a mai fiatalokat a vágóhidra vinni? A második kérdésem, hogy kérem szépen, milyen jogon mondja valaki azt, hogy külföldre katonákat kell vinni? Én azt tanultam, ugye, amikor én még katonaköteles, meg fiatal voltam, hogy minden becsületes magyar embernek kötelessége, ha kell a hazájáért meghalni. De itt nem a hazáról van szó, hát ez egy idegen világba kell menni harcolni. Igen. És szabad. Sőt, és tovább megyek, Béla bácsi, NATO-n kívüli világba. Most mindegy, egyáltalán kötelezhet-e valakit arra, hogy egy idegen hazáért meghaljon?
Mert az, hogy a hazámé meghalok, azt én is megtettem volna bármikor. Ha a zsoldosokat nem számítjuk ide, akkor az a válaszom erre, Béla bátyám, hogy nem. Ugye? Mert kérem szépen, mert azt mondom, például a NATO-nál is, NATO katonák vannak, de azok a katonák, akik hivatásos katonák, akik arra tették föl az életüket, azokat esetleg át lehet küldeni egy másik NATO országnak a védelmére. De hogy egy behívott katonát, aki nem hivatásos, hanem behívják, mint katona. Hát én nem vagyok köteles egy idegen országé meghalni. Pontosan. Ha milyen jogon? Pontosan. Ugye? Tehát erre nem kötelezheti a Macron se a franciát, hogy ő menjen el Ukrajnába meghalni. Igen. Hát ez egy rettenő bosszantó dolog. És látja, Béla bácsi, megint itt lesz egy húsba vágó téma, amiben úgy tűnik kisebbségben vagyunk a kontinensen. A mi véleményünkkel. Egy pillanat. De ne a Macron véleményére hagyatkozzanak, hanem kérdezzék meg az embereket. Azt nem fogják, hát azt nem, na jó, csak hát nem akkor hiszi meg, Béla bácsi. Akkor meg a Macron ne dumáljon. Hát ő csak a saját a saját életét áldozza föl, ha nem mások. Hát ő könnyen dumál, se gyereke, se kutyája, se macskája. Hát úgy lehet valakinek nagy pofája. Nem tudok ebbe belekötni. Tényleg. Hát nem. De. Hát ez felháborít engemet. Mert az, hogy valakinek kötelessége a hazájáért meghalni és harcolni, ezzel tökéletesen egyetértek. Mert én 6 éves koromtól cserkész voltam, 14 éves koromtól Levente voltam. És mi mindig csak ezt hallottuk, mindig csak ezt tanultuk, és hajlandók voltunk a hazánké meghalni. Ide figyeljen, az én bátyámat 1941. január 7-én behívták katonának. És végig az egész háborút végig töltötte. Most ez a mai liberális társaság, aki kérem szépen egy 3 hónapos kiképzéssel nem hajlandó részt venni, azok mit szóltak volna abba az időbe, hogy 5 évet kellett lenyomni szegény bátyámnak? Hát ez sajnos a generációról generációra puhányodott valószínű a modern társadalmak mindegyikében szerintem a fiatalság. És képzelje el a bátyámat, ezt a jó múltkor régen már volt egy ember, aki betelefonált, és a tatabányai bányászokról volt szó, maga vezette azt a izét, az én bátyám életét. Egy tatabányai fővájár mentette meg. Hát ha az az adás, amire gondolok, ott nagyon belém martak a lelkembe, azt nem is tudtam titkolni. És én azt szeretném megkérdezni, mert mondta, hogy a maga nagypapája fővájár volt Tatabányán, hogy az a háború alatti idő volt, vagy az már a háború utáni? 22-es volt nagyapám. Úgyhogy én úgy satszolok, hogy az háború... Hát akkor már benne volt. Benne volt, de most itt a családi legendáriumot, ha felidézem, hát most ez jó kérdés, hogy akkor köműves inaskodott-e 20-as évei elején, vagy az már a föld alatt volt, azt nem tudom. Hát mert akkor az, aki megmentette a bátyám életét, ha már nem ér szegény, ugye, az ott volt fővájár, mert akkor biztos ismerte a papáját. Akkor ez lehetséges. Vagy a nagypapáját. Igen, igen, igen. Hát ilyenek voltak a fővájáról. Béla bácsi, mielőtt elbúcsúzunk, ugye mi tavaly ismerkedtünk meg, és önt is tavaly ismerték meg itt a Hír TV és a Hír FM nézői, hallgatói, igen. És már akkor 100 évesként
találkoztunk, közeleg a 101. Mikor lesz, ha nem vagyok indiszkrét? Július 12-én. Július 12-én lesz a 101. Már nem sokára itt van. Hát azt már fél lábbal. Mire legközelebb bejutok a paláverben, 101 leszek. Hát azért reméljük, hogy az előtt még lesz néhány alkalom, hogy beszéljen. Remélem. Hát képzelj, ha már 101 lesz, akkor már nem tudunk ilyen szép szimbolikus számot bemondani, hogy 100. Hát azért, hát nézd, akkor azt mondom, hogy egy éves vagyok. Béla bácsi, mindig öröm önnel beszélgetni, hívjon minket máskor is. Köszönöm szépen. Nagyon kíváncsiak vagyunk a gondolataira. Mindent paláveres csókolok. Üdvözöljük. Viszontlátásra, viszonthallásra. A vonalban Albert van, de hogyha franciásan kéne mondanom, akkor Albert, és Franciaországból ez az információm, ez helytálló, kedves Albert? Igen, én vagyok itt. Hall engem jól? Tökéletesen hallom, és tudja, hogy van-e egy francia témánk a mai adásban? Igen, azt nem néztem, nem kapcsolódtam be onkorán. Akkor gyorsan mondom, mert akkor kihasználnám Albert az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az első téma a paláverben Macron népszerűségének esése, azért, mert a franciáknak nem tetszik a világháborús terve Macronnak. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy Orbán Viktor zseniális megérzése az új Európával kapcsolatban itt Franciaországban rövidesen megérik. Tudnélik, a szondázások szerint, hogyha most rendeznék a választásokat Franciaországba, akkor nagyon nagy fölénnyel a Front National, régi Front National most más neve van, az nyerné meg a választásokat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A másik érdekes dolog az, hogy az európai választásokon is csináltak egy szondázást, de ez komoly szondázás, már 4000 emberrel csinálták meg ezeket a szondázásokat. Ennek a szondázásnak az eredménye pedig az, hogy duplája lesz a képviselője a Front Nationalnak, mint a Macron pártjának. Tehát a Macron pártja zuhanásban van, népszerűségben is, meg hogyha választások lesznek, ott is nagyon sok képviselőt el fog veszteni. Tudnék, ez egy összetákolt párt, aki a semmiből jött, hát azt hiszem az lesz a vége, hogy ez a semmibe is fog menni. Tehát én bízok abban, hogy Orbán Viktornak ez a megérzése az új Európával kapcsolatban egy országgal több lesz a választások után. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani Franciaországról. A francia hadseregről meg annyit mondok, hogy eléggé kezdem megismerni itt a francia hadseregnek a belső berendezését. Egy nagy francia katonai kórházban kezelnek engemet, nagyon jól. De nagyon szépen vannak öltözve mindenki, meg nagyon elegánsak a francia hadsereg. Honnan beszél velünk Albert az országon belül? Tulon mellől. 16 kilométerre. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy kicsit egy operat hadsereg. Hát nem tudom, a Macron mit akar ezzel. Talán az idegen légió az, ami kicsit komolyabb Franciaországban, mint hadsereg. De maga a hadsereg, az én úgy érzem, úgy látom, hogy ez egy kicsit operat hadsereg. Uh-huh. És ezek az emberek, nem vagyok abban biztos, hogy ezek Oroszországban 3000 kilométerre Franciaországtól valami hadi cselekményeket tudnának olyat csinálni, ami megrengetni Oroszországot. Most még egy témám lenne, ez már egy kicsit elcsépelt téma, amit most mondok. Ez a két hölgy, a köztársaság elnök és az igazságminiszter. Én úgy megvilágításba szeretném ezt tenni, erről senki nem beszélt. Azért talán már nem volt bátorságuk, vagy nem akartak a Fidesznek talán valami rosszat. Ha 2 percbe be tudja Albert sűríteni, akkor... Besűríttem. Halljuk. Egy mondatba besűríttem. Nincs az a pénz. Vagy van az a pénz? Értettek? Hát ez egy ilyen... Van az a pénz. Van az a pénz, Katar, jó. Katarból hazajövet a köztársaság elnök, akkor derült ki ez az egész ügy. Orbán Viktor azonnal leváltotta mind a kettőt, tehát
van az a pénz, mondjuk, mert itt van ez a magyar úr is, aki itt pártot alapít, hát ennek is, ez egy pénz nélkül nem lehet pártot alapítani, azért valami magó kell azért, hogy a pártot megalapítsa valaki. Én nekem az az érésem, hogy ez a két hölgy áruló volt. Ez nagy erős szavak. Erős szavak, mert erős nagyon sokan szavak. Kedveljük mai napig mindkét hölgyet. Igen. Tehát ez a kedvelés az hát, igen. Albert, ez az ön véleménye, a vélemény szabad, ez ebben az adásban hát is ennyi. Elhangozhat. Valószínűleg lesz belőle nagy vita, biztos, hogy sokaknak ez nem tetszett. De én nekem ez a véleményem, természetesen mindenkinek meg lehet a maga véleménye. Ezzel kapcsolatban csak ezt szerettem volna mondani. Hát köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót, Krisztián, sok szeretettel üdvözlöm a Kalcz FM összes hallgatóját és a műsort készítő fiúkat. Minden jót kívánok magának is. Albert, jobbulást kívánok önnek ott Franciaországban, Toulon környékén. Megpróbáljuk. Köszönjük, hogy hallgat minket ilyen messzeségből is. Igen, szoktam hallgatni a paravételig gyakran. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is, hogy meghallgattam. Két évet tanultam a gimiben franciául. El tudom mondani azt, hogy il y a un cambrioleur dans la maison. Ez egy nagyon hasznos mondat, sokszor használatos, bármikor kimentheti az embert. Turistaként ez ugyanis azt jelenti, hogy egy betörő van a szobában. Ezt az egy mondatot tanultam meg két év alatt. Most hát ennyi maradt meg pontosabban. Utolsó betelefonáló a mai adásban Ferenc, a televíziós részre értem természetesen, mert az 5 órai hírek után folytatjuk a rádióban. Ferenc, ön van vonalban. Üdvözlöm, Krisztián. Nem is tudom, hogy mihez szóljak előbb hozzá, ez a 80-20-árhoz. Ahhoz mindenképp. Ahhoz mindenképpen. Úgy nem látta a filmet, akkor nagyon röviden csak annyiból segítenék, hogy... Ez a 80-20-ár, ez olyan, mint a Jókai kőszívő ember fiaiból, amikor hazaszökik egy magyar lovas osztag az osztrák hadseregből. Ennek egy modernizáltabb változata a Klapka Légió című film, ami az 1896-os porosz osztrák háborúról szól, amikor a Klapka Légió betör Magyarország területére két napra. Aztán miután létrejön a porosz-osztrák békeszerződés, kivonulnak két nap után Magyarországról. De érdemes megnézni a filmet. Hát a franciák és a németek, illetve az ukrán-orosz háború tulajdonképpen nem érti egy átlag szavazó, vagy egy átlag ember, hogy a nyugat-európai politikusok, akik nyilván top egyetemeken végeztek, több egyetemet is végeztek, hogy gondolják azt, hogy ilyen aktívan beleavatkozzanak egy olyan háborúba, amihez gyakorlatilag semmi közük. Azt a példát tudnám hozni, hogyha a szomszédban van egy házas pár, férfi veri a feleségét, és én a feleségnek pisztolyt adok kölcsön, vagy örökbe, akkor én a feleséget támogatom. Na most, amikor a nyugat-európai államok rakétát, repülőgépet, tankot adományoznak Ukrajnának, akkor benne vannak a háborúba, és tulajdonképpen az orosz állami vezetés jó indulatától függ, hogy ezt mikor veszik beavatkozásnak, mert akárhogy is vesszük, ez beavatkozás, amit Nyugat-Európa... Már a NATO hadtestek és védelmi rendszerek telepítése Ukrajna területére is az annak tűnt az oroszok szemében, ezért vártak ők ennek a háborúnak a megindítójává és agresszorává. Minden más furcsa vád, ami érint minket, jobboldali újságírókat és a jobboldali embereket, azt akarják ugye ránk sütni, hogy mi nem vagyunk hajlandóak elismerni, hogy az oroszok az agresszorok, és mi tulajdonképpen léptennyomon orosz pártisággal vagyunk megvádolva, jelzem, nem csak a miniszterelnök, többet magunk nevében mondhatom, rengetegen elismertük, hogy az oroszok az agresszorok, és
ide tudnánk talán visszamenni először a NATO védelmi rendszer telepítésre, de ön tökéletesen jól fogalmazta meg, Ferenc, hogy nagy kérdés az, hogy egy következő mozzanat esetében Putyinék mit fognak újabb provokációnak érzékelni? Hát igen, mert most azért őszintén szólva, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez tény. De ez egy olyan dolog, mintha ön utazik a villamoson, és azt látja, hogy két férfi veri egymást. Nem tudja a villamosból megállapítani, hogy melyik itt az elkövető, és ahogy amelyik veri, tehát a két férfi verekszik, tehát lehet, hogy az egyiknek igaza van. Tehát az oroszokat belehozták egy olyan helyzetbe a nyugat-európai államok, illetve a NATO, hogy kénytelen legyen megtámadni Ukrajnát. Ezt tudom, hogy Nyugat-Európának ez fájdalmas, illetve a NATO-nak fájdalmas. De itt hát igen, hogyha itt visszafejtjük a szálakat, lehetnek olyan értelmezések is, és ezzel most csak az értelmezések lehetőségének adom meg az esélyt, nem foglalok állást. Igen. De ezek szerint, ha jól értem Ferencet, lehetnek olyan értelmezések is, hogy már ez lényegében azért volt, és szándékoltan azért volt ez az egész, hogy tudták, hogy hogy fognak az oroszok reagálni. Tehát lényegében a mínusz kettedik lépés az maga az Európai Unió, vagy a NATO, vagy Amerika, bárkit gondolunk az egész dolog mögé. Azért csinálták ezt, mert tudták, hogy ez egy olyan sérelem lesz az oroszok felé, amire ők így fognak lépni, hogy meg fogják az ukránokat támadni, ha jól értem. Így van, tökéletes. Tehát amikor például Szovjetunió rakétákat telepített Kubába, igen, akkor ugye az amerikai állam... Igen, akár még használhatjuk akár párhuzamnak is tökéletesen használhatjuk, és azért folytom önbe a szót, mert bezárul a zsebtévé Móka Mikivel, úgyhogy el kell búcsúzzunk kedves Ferenctől. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és gondolatébresztőket mondott nekünk. Ez volt a Hír televíziós része a mai vasárnapi palávernek, velem Lentulai Krisztiánnal önöktől búcsúzom, viszontlátásra, viszont hallásra, a rádió hallgatókkal pedig 5 óra után még együtt vagyunk. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával.